Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Olyan veszélyesnek tűnő fogalom ez, hogy kísértés. Mindnyájan találkozunk vele, találkoztunk vele, és a jövőbe tekintve is biztos, hogy nem fog hiányozni az életünkből. De hogy mit jelent igazán, és hogyan viszonyuljunk hozzá, erről szól most egy kis történet. Tulajdonképpen egy kínai meséről van szó. Arra való minden itt a Földön, ez a kínai mese is, hogy mélyebb értelmét meglássuk, különösen akkor, amikor nagy szükségünk van rá. Leginkább pedig a kísértéseink idején van szükség erre. A kísértő mindig itt van valahol közelünkben, és ezer módon tör ellenünk. Az élet ellen, amelyet meg kell mentenünk. Annak parancsa ellen, aki meghalt értünk a keresztfán. Szóval a mese így szól. Történt, hogy az oroszlán lefeküdt a bozótos szélén, a sivatag meleg homokjában. Egy ideig elnézte a szikrázóan kék eget, az aranysárga homokot, és csendesen elaludt. Halk, alig hallható döngicsélésre ébredt, fölnyitotta álmos szemét, és szúnyogot látott maga előtt. Hatalmas mancsával utána kapott, csak úgy játékból. A szúnyog meglibbent, följebb szállt. Az oroszlán aludni akart, lehajtotta fejét. A szúnyog egészen közel röpült hozzá. Az oroszlán most már bosszankodott, mordult egyet, de a szúnyog nem ijedt meg. Sőt, szemtelenebb lett. Fülébe, orrára, sőt, az orrába mászott. Az oroszlán felbődült, vágtatni kezdett, de a szúnyogtól menekülni nem tudott. Már szinte az őrületbe kergette a nyomorult féreg az erdő királyát, amikor kiröppent az oroszlán orrából, és táncolni kezdett fölötte, hogy még jobban ingerelje. Az oroszlán a bozót sűrűjébe rontott, tehetetlen dühében. A szúnyog éppen azon gondolkodott, hogy a szemébe szálljon és ott kínozza tovább, amikor hogy nem, egy alig látható finom pókhálóban fennakadt. Eddig a mese. És mi köze van a kísértéshez? Gondold csak meg, ember, az élet királya milyen rettenetesen megtud. Gondold csak meg, ember, te vagy az élet királya. Milyen rettenetesen meg tud kínozni az élet legalávalóbb, legalsóbbrendűbb, legnyomorultabb kísértése is. A földi dolgok pillanatnyi elenyésző, semmitérő kicsinségei. És emlékezz, milyen tehetetlen szoktál lenni velük szemben. Csupa kis szúnyog, külső és belső ingerek, vágyak, szenvedélyek. Csupa kicsi, de mérges szúnyogok. Ha megcsípnek, mérget, a halál maláriáját és pestisét oltják beléd. Menekülsz? Az oroszlán is menekülni próbált. Meg tudott menekülni a szúnyogtól? Nem. Te meg tudsz menekülni ettől? A szúnyog kísértéstől? Te, aki előtt a szentek megvallják, hogy Isten különös kegyelme nélkül képtelenek ellenállni a bűnnek? Legyünk őszinték. Úgy, mint a szentek, imádkozzunk magunk köré finom, láthatatlanul finom hálót Isten kegyelméből, hogy életünk ellensége, ha támad, fönnakadjon, és ne mérgezhesse meg életünket.